Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot élő Emmanuelért, Dominikért ajánljuk fel, és Gerárd megérkezéséért. A mai napon vasárnap van, de a keresztelő Szent János születése oly nagy jelentésége az üdvösség történelemben, hogy amikor vasárnapra esik, akkor róla van a szentmise szövege. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkát. Azt, hogy ő proféta, aki a proféták proféta.
Ő az, aki bevezeti az evangéliumot. Aki a határmezsgyén él, az Ó és az Úr között. Akiről Jézus éppen ezért ezt mondja, hogy a törvény és a proféták járósút tartottak, azóta az Isten országa evangéliumát hirdetik. Vagyis a törvény és a proféták a Jézus megelőző szövetség, amit Ószövetségnek nevezünk, járósút tartottak, ő még beleesik ebbe, de bevezeti az evangéliumot. Előkészül, hiszen az evangélium az örömnél Jézus Krisztus szerint. És ő ezt készíti el, Jézus működés, azóta az Isten országának evangéliumát hirdetik. Ő az, aki az anya néhében már jelezte és ünnepelte a Krisztus elérkezését. Ő az, amikor felnőtt korában rámutatott Jézusra, hogy Jézus az igazi Isten bárány. Ő az igazi húsvéti bárány, az áldozati bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, aki örvendezett, látva a vőlegényt és a mennyasszonyt. A mennyasszonyt, az Isten új népét, aki Krisztus követő, a vőlegényt, aki maga Jézus Krisztus az Isten ember. A vőlegény barátaként örvendezett. Ő az, aki tanúságot tesz Jézus Krisztusról, az ige hirdetésében, a Szentlélekkel eltelve, a bűnbánat keresztény meghirdetésével, amely semmilyen bűnt automatikusan el nem törölt, ha csak bűnbánatot nem tartottak az emberek, akkor természetes módon az tökéletes bűnbánat által a súlyos bűnt is eltörölte, a kevésbé tökéletes bűnbánat által a bocsánatos bűnöket, az áteredő bűn pedig megmaradt mindenképpen. De maga ez a bűnbánati keresztény az újjászületés szimbólumaként megtérésre hívta föl a zsidóságot, mint egy előkészítve Krisztusnak a működését, vagyis ezzel is Krisztusról tanúskodott a bűnbánati keresztény. És a végső és a legnagyobb tanúsága Krisztusról a vértanú halála volt, amikor az igazságért halt meg, Krisztus pedig önmagát, az Istent tette igazságá, hogy ő az igazság. És ehhez képest mi csak részlegesen tudunk igaz életet élni, az ő megváltó kegyelméből pedig megigazulni, igazként állni Isten előtt, mert kifizeti a bűneink árát. János az igazságért halt meg vértanú halált, amikor igaz módon tanúskodott a házasság felbonthatatlansága mellett, és megrúgta Herodest a házasság törése miatt. A legnagyobb tanúsága a vértanúsága volt, mint ahogy Krisztus is azáltal mutatkozott az Isten szolgái sorába, amely sorban János előzi meg közvetlenül őt, és Jézus pedig az Isten szolgáinak a sorát az üdvösség megnyitásával lezárja, azáltal lett igazából Jézus is Isten szolgája, hogy a bűneinket magára véve vértanú halált halt a kereszten. Senki sincs. Ez a két szó konkrétan az evangéliumban arra utal, hogy a rokonság körében, akit Jánosnak hívnának, de ez a senki sincs ki lehet emelni. Az egész Ószövetségben senki sincs akkora, mint János. Jézus maga is tanúságot tesz róla, amikor így szól, hogy asszonyok szülöttei között nem támad nagyobb Jánosnál. És itt persze nem a szűzanyát akarja félretenni, hanem az üdvösség rendjében Isten szolgáit veszi figyelemben, akik ige hirdetésükkel, nyilvános működésükkel tettek tanúságot Istenről. Mária a csendes rejtett életében tett tanúságot Istenről, és azáltal, hogy ő adja Jézusnak a mindennél nagyobb Isten szolgáját, az Isten fiát Jézust.
Tehát ilyen értelemben Jézus megint csak igazat mond, asszonyok szülöttei között nem támad nagyobb Jánosnál. Azonban a mondatnak folytatása van, és így szól, aki azonban a legkisebb az Isten országában, az nagyobb, mint János. Vagyis János még reményben várta a vértanú halála után is az Isten országa megnyitását. Még ő is a pokol tornácán az Ószövetség igazjaival együtt várta, hogy megnyíljon az Isten országa. Aki viszont a legkisebb is így bejutott, az már nagyobb, mint János volt a földi életében. És ez nekünk szól, kedves testvérek, keresztények. Hiszen Jánosnak a neve is, és az egész személye, ahogy láttuk, teljesen Krisztusra mutat. A neve a Jánosnak azt jelenti, hogy Isten megmutatta a jó akaratát. Isten a jó akaratát Jézus személyében mutatta meg elsősorban. János a nevében is ő rámutat. Az egész lénye Jézusra mutat. Mennyivel inkább nekünk kell az egész lényünk Jézus Krisztusról beszéljen, amikor a mi nevünk Krisztusi, szó szerint keresztény, az azt jelenti, hogy Krisztusi, vagyis Krisztus követő, Krisztus hasonlása, akkor az egész lényünk Krisztusi kell legyen, Krisztus követő, Krisztusra mutató, Krisztus hasonlása. A 139. zsoltár, amely a liturgia Jánosra, keresztelő Szent Jánosra alkalmaz, és az Izaiásnak a 49. fejezetéből való részlet, amely Isten szenvedő szolgájából Jézusról szól, de Jánosra alkalmazza a mai szent liturgia, rólunk szól. És akkor nézzük. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Ez az ismerni a héberben, ez nem egy intellektuális tudást jelent. Ez az ismerni, ez azt jelenti, hogy Uram, te megvizsgáltál, te elkötelezetten, szeretett érzelmeivel elkötelezve irántam, fordulsz felé, egy belsőséges kapcsolatra hívsz meg engem. Egy létbeli, olyan szoros létbeli kapcsolatra, ami szorosabb a házasságnál, a házas életnél. Egy egzisztenciális, nélküled nem tudok létezni, te vagy a teremtő, te vagy az élet forrása, te vagy a szeretet, te vagy a szépség, te vagy a jóság, te vagy minden, ami nekem valamit jelenthet. Ebben a világban, és az Isten országa, amit a számomra Jézus által megnyitottál, az mindez beteljesíti, ha bejutok a te segítségeddel, nélküled nem egy élettársi viszonyra, egy életközösségre, egy jegyesi viszonyra, egy szoros kapcsolatra hívtál meg engem. Hiszen te formáltad a belső és anyám méhében teszőtted testemet. Már akkor fölhangzott az, hogy valamire alkalmas leszek, hogy ki lesz ebből a gyermek. Valamire teremtettél engem. Elsősorban arra, hogy valóban az egész lényemmel Krisztusra mutassak. De egy egyéni küldetést is adtál nekem, hiszen minden embernél másabb vagyok, pedig ember vagyok, de még az új lenyomatom is másabb, mint az összes milliárdé. Egyéni módon akarod bemutatni rajtam keresztül a Krisztust. Az Úr elhívott bennünket, kiválasztott már az anyanéltől, kiválasztottak vagyunk. Szent Pál ezt hangsúlyozza, hogy a keresztény ember az igazi Istennek a kiválasztottja, mert ő válaszolt a meghívásra, a krisztusi életformára, az erkölcsre, a mennyei lakomára. Anyám méhében már erre hívott el. Nem csak a prófétát, nem a szenvedő szolgált Jézus csak, hanem minket, a krisztusiakat.
És ránk is szól ugyanígy a többi profécia is, Izaiásról, hogy olyanná tette számat, mint a hegyes nyíl, olyanná tett, mint az éles kard, olyanná tett, mint a hegyes nyíl. Az éles kard és a hegyes nyíl harci eszköz, de a harcos maga az Úristen. Ő az, aki keze árnyékába helyezi a keresztényt, hiszen a keresztséggel a profétai meghívásunk is megvan, és a hivatásunk. Nem minthogyha meg akarnánk ölni a szánt nyelvével a mellettünk levőt, vagy hegyes nyílként akarnánk átjárni az ő testét, lelkét, hanem egyszerűen a krisztusi életformánk annak az embernek, aki bűnben megáltalkodott, vagy eldöntötte, hogy nincs Isten, és ezt hangsúlyozza, ami puszta létünk hegyes nyíl. A krisztusi életforma, hát ha még meg is szólalunk, bármi szeliden, számára villámcsapás. Éles kard, ami behatol és szétválasztja benne a jót és a rosszat, azonnal látja a lelkiismerete szerint, hogy mi a jó és mi a rossz, és döntenie kell a mi személyünk miatt, hogy a jót vagy a rosszat választ. Ezért van az, hogy olyan áldázódon küldözik ebben a században a keresztények, mert a lelkiismeretük fújja. De jó alkalmas a szöveg tovább a mi kereszténységünkre. Ő, mármint az Isten, így szólt hozzám szolgálva. Meghívott minket, hogy szolgáljuk az emberek üdvösségét. De én azt mondtam, ez egy erőteljes szembenállás. Ő így szólt, de én azt mondtam. Hasztalan fáradoztam, hiába. A szolgának, az Isten szolgájának, a kereszténynek azonban nem szabad elkeseredni a sikertelenségek miatt. Mert nem a saját dicsőségét hajhászza, hogy hányan térnek meg a családban, a rokonok között, a munkatársak és a szomszédok, s ennek ő rendezik, hanem megelégszik azzal, hogy az egyedüli jutalma Isten lesz, és nem az emberek kapcsolásai dicsőség. És az Isten tervét nem veti össze az emberi sikerekkel, az emberi eredményességgel, hanem rábízza az Isten tervét Istenre, haszontalan szolgaként, ahogy Jézus mondja az evangéliumban, míg ha a legnagyobb tetteket is megtettétek, Szent Pál összes tetteit, akkor is a haszontalan szolgálatok eszközök, harci eszközök az üdvösség harcában, az mennyek országáért harcolunk, hogy bejussanak oda a többi ember is. Csak eszköz. De milyen eszköz, amely által a Krisztus maga száll harcba szeretetté, és nem gyűlöletté az emberek lelkéért. Így hát, mit ünneplünk a mai napon? Kit ünneplünk? Csak keresztelő Szent János születését? Csak Jézus Krisztus személyét? Vagy a magunk krisztusi hivatását?